A sikeresen lezajlott közbeszerzési eljárást követően Bonyhádváros aláírta a kivitelezési szerződést, így nincs akadálya a sportpálya felújítási munkálatainak. Nem építünk stadiont, hangsúlyozta Filóni Ferenc Ivoly a polgármester, hanem a meglévő pályán végzünk felújításokat, korszerűsítési munkákat, mert jelenlegi állapotában már méltatlan a pálya ahhoz, hogy magasabb osztályú labdarúgó mérkőzéseket, vagy akár színvonalas atlétikai viadalokat szervezzünk rajta. Ennek a felújításnak a révén a legfontosabb, amit szeretnék elsőként elmondani, hogy nem stadiont építünk, hanem a meglévő sportpálya lesz felújítva. Magyarország kormánya 1.567.180.000 forinttal támogatta Bonyhád városának azt az igényét és azt a kérését, hogy sportinfrastruktúrális célra fejlesztéseket valósítsunk meg. Ennek a támogatott forrásnak az egyik részét a Perccel 44-ben található kuriális háznak a felújítására fordítjuk. Itt már az építkezés zajlik, az a közbeszerzés már hamarabb lezárult, és ott már folyamatban vannak a munkálatok, és a másik része ennek a támogatott forrásnak a felhasználásának pedig a sportpálya felújítása. Egy olyan sportpályát újítunk fel, amely az elmúlt évtizedekben csak kisebb rekonstrukciókon esett át, nagyon régóta váratott magára, hogy mind az öltözők, mind a BVLC által használt a klub, a fotballklub által használt épületrész megújuljon. Természetesen magában foglalja a felújítás a centerpálya, az edzőpályáknak a felújítását, és egy olyan rekordtám futópálya is kialakításra kerül, amely még nincs a városban, hiszen 400 méteres átmérőjű ilyen futókörünk nincsen, 6 sávban valósul majd meg. Én bízom abban, hogy annak a városnak amelyben az atlétikának igen nagy hagyománya van, és nagyszerű eredményeket értek el a múltban is, és jelenleg is a fiatal sportolók, egy újabb infrastruktúrális bővítéssel, fejlesztéssel mi is hozzájárulhatunk ezekhez a sikerekhez, és a város is oda teheti magát azzal, hogy a háttérben segít és megtesz mindent annak érdekében, hogy legalább ilyen nagyszerű eredményeket érjünk el ezen a területen is. A sportpálya felújítása minőségi változásokat fog hozni a város sport életében, mondta Küllő Dolond, a sportcentrum igazgatója. Igaz ez a bajnokságokban játszó egyesületekre épp úgy, mint a tömegsportra. A labdarúgás területén két csapat is magasabb osztály felé kacsingat, ehhez azonban jobb infrastruktúra kell. Igazából ez a változás, ez abban lesz, minőségben lesz majd értékelhető. Nagyon várjuk már, hogy elkezdődjön a beruházás jövő héten, illetve a mai nap folyamán már munkaterület átadás van, illetve jövő héten bontási munkálatokkal megkezdi a kivitelező a felújítást, ami várhatóan október végéig fog tartani. Ugye ez idáig a bonyhádi felnőtt csapat, illetve az utánpótlás csapatok is vendégségbe vonulnak bonyhádi különböző sporttelepekre, és ott fognak hazai pályán játszani gyakorlatilag idegenben, hogyha labdarúgást veszik most számon, hiszen mind a BVLC-nek, mind a Majosi Sport Egyesületnek vannak olyan tervei közeljövőben, hogy szeretne osztályt ugrani abban az esetben, hogyha valamelyikük megnyeri a jelenlegi megye egyes bajnokságot. Ugye jelenleg a Majos az első pontazonossággal a BVLC előtt, hogy valamelyik csapatnak megvan a reális esélye arra, hogy bajnokságot nyerjen. Nyilván ennek vannak pénzügyi és anyagi vonzatai, hogy ezt össze lehet-e rakni, és ebben nem csak az egyesületek, hanem az önkormányzat is hozzá kell segítsen, de a terv az megvan hozzá. Az atlétikai klubnak is vannak tervei, hogyha már itt van egy ilyen szép és elkészül ez a rekordtán futópálya mindenféle atlétikai elemmel, akkor ők is szeretnének majd minőségben esetleg olyan versenyeket idehozni, amik eddig nem voltak jellemzőek. És mindemellett ugye a beruházáson túl az MLS pályaépítési programjának keretében a műfűes edzőpályánk is, az edzőpályánkon egy műfűes gyakorlópályát fogunk létrehozni. Ez azért mondom, hogy ez egybe fog megvalósulni gyakorlatilag, de két külön keretből. Október 22-ig tart a felújítás. A tervek ma arról szólnak, hogy egy olyan mérkőzésen adják át majd az új pályát, melyre hosszú ideig emlékszik majd Bonyhád sportot szerető közönsége.